Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Válasz egy számot, vagy az egyeset, a kettőt, vagy a hármat. A számok alatt lévő kártyák mutatják azt, hogy mi történik nálad a közeljövőben. Én kezdeném az egyes számmal. Itt a képen látható, hogy kinyílik számodra egy kapu. Ezek a lehetőségek. Ez lehet egy jó ajánlat. Ami a szerelmet illeti, ez lehet egy új ismerettség, vagy hogy ő nyitottabb lesz veled. Ez a kártya jelenti a sikereidet. Tehát legyen meg a bizalom, itt lesznek most lehetőségek, ami sikerekhez vezet. Vedd kezedbe ezt a kardot. Vágd el a félelmeket, a bizonytalanságokat, mert az blokkolhat téged. A kard jelenti a levegő elemét, a könnyűséget és a mozgást. Amit ez a kép még jelenthet, hogy tisztázódnak bizonyos dolgok, döntéseket hozol, és lesz beszélgetés. Ez a király utalhat a te lelki társadra. Ő elfoglalja a helyét az életben, nagyon magabiztos, figyeli az eseményeket, kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, és a szenvedélyeket is. Itt kinyílik egy ajtó, lesz kommunikáció kettőtök között. Akik a kettes számot választották, megnézzük, hogy itt mit mutatnak a kártyák. Itt látható a hold fény, egy utazás, egy lelki út. Itt a belső érzelmekről, egy belső útról van szó, egy lelki kapcsolatról kettőtök között. A hold jelentheti az anyukát vagy az anyai érzelmeket, és ahol vannak gyermekkori emlékek. Amit a hold még jelent, ez a belső út, ez jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, sőt, az is lehet, hogy ő rólad álmodik. Mindkét képen a kelyhek láthatóak, és azok jelentik az érzelmeket. Hasonlóan, mint itt a holtnál megjelennek a gyermekek, itt vannak gyermekkori emlékek, mély érzelmekkel, itt van egy kis nosztalgia, utal a múltra. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, és ismered őt a múltból, és visszatér hozzád, közeledik hozzád, hiszen itt látható egy találkozás, ahol szintén érzelmekről van szó, és ez a kártya jelenti a párkapcsolatot is. A kettes szám, téged és őt. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek itt a kártyák a hármas számnál. Itt az a fontos, hogy most kipihend magadat. Az is lehet, hogy ő fáradt és kimerült, és kell ez a nyugalom, a pihenés. Ez lehet tulajdonképpen egy utazás is, pár napra elutazni valahova, ahol ki tudjátok pihenni magatokat.
Itt a tízes szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életedben. De itt még vannak nehézségek, vagy sok a munka, sok a tevékenység, ezért fontos jelenleg a pihenés. De ez az állapot nem marad így, hiszen itt a tolvaj eltünteti a problémákat, a nehézségeket, vagy ezt a sok munkát, és végre ki tudjátok pihenni magatokat, megvan a nyugalom, és itt lesz egy új kezdet. És ez volt, ez a számos jóslás válasz, egy számot választ ki a kártyáidat. Ha tetszett, akkor nyugodtan leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!